Ještě! Gratulano! Peti, tudod, akkor kell focizni, ha jól esik. Igazi, jó angolos. Kedvencem. Mellett pályán kellett volna játszani. Hát figyelj, gyorsan fel lehet húzni. Ja. Á, nem. Alig észrevehetően. Thank you.
Azt meg már! Yeah.
szép. Piki. Bravo, 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 b
Mi van már Márka? Basszus. Rosszul érkezett a talajra. Igen. Hát az a karate rugás. Ilyen esetekben nem így kell belemenni a labdáért kifordulva. Ott bármi történhet. Ha egyenesen szemben megy vele, még van arra is esélye, hogy belerúgja a kapus és bepattan. Igen, igen. Így kifele fordul, így csak a sérülés fél. Csak fogja is a balcom, miért rendesen. Ja nem, más fog. Az kellve, az kellve. Basszus. Thank you.
Honnan maradt el gól? Jó, kibasztak vele. Gyerünk már!
Igen, de azért raktam le én is. Mondom, hogyha nem muszáj, akkor nem tartogatom. Hát igen. Ment, Iván. Nem az volt a baj, hanem a fazitán beadhatta volna, hogy ugye elment a védője mellett. Hát Iván meg csal az inkább ötött. Igen. Hozzuk be a domát, ha már nem bír futni. Fél időbe cseréljünk, Piki.
Ott az ET a másik oldalon üresen. Miki, ez az. Labda mögé, gyerekek. Alapokat nem tudjuk. Végkoromban megint mi ütjük az elsőt, utána kapunk egy rakat. Kivel játszunk? Hát az kicsit jobb. 0-1-ről már 4-1. Nekik az osztrákok elnémás lesz a fontos. Ha azokat megverik, akkor valószínűleg bent ragadnak. Nem figyeltem híreket? Hát nem, tehát úgy van, hogy a 12 csapatos a... 12 csapatos a VB. Két csoportba az utolsó kiesik vissza. Azok közül, akikkel összerakták a magyarokat, tehát az osztrákok leverhetőben. Azokat megverik, rendesáltuk időben, akkor van már. Köszi. Azt láttam, hogy ilyen Kanada, meg USA, meg ilyenek vannak, az azért más szint. De Dán, USA, Finn. Dánoktól már kikaptunk, azt láttam. Igen, hát most az amerikaiak is. Hát igen. Dán, svéd, USA, finn, francia, osztrák, minden. Hát abból talán a francia, talán lehet minden esélye. Kettő. Francia, meg az osztrákok, akik szerintem fogtak őket. Hát ott sincs túl sok jég. Északi. Már még is erősebbek a valóságaik. Hát az osztrákoknál ugye az Adárból kimakták látszatni. Tudom. Gyere vissza!
Hát nem túl magas a kapus, úgyhogy igen. Egy probléma, terrorizba fogják elrúgni. Hát igen. Attól függ kirúgja. Beállt a sorfal mögé. Mi kirúgja? Ez volt a tuti. Nem, ez volt a tuti például ki. Fú, te. Nem az. Nem is az volt, tehát láttam, hogy a gyerekem, hogy nem akar hozzájönni, de ez a tuti. Ebből nincs félreértés. Hát ott volt a Peti üresen. Hát ez nem kellett volna. Bravo Gomba! Bravo Gomba! Gyönyörű volt öreg! Bravo Sata! Gomba! 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 Ready?
sírozik. Nincs. A szoros játékosok kapusnak is. Tehát konkrétan az volt a célja a gyereknek, hogy tudjuk nincs az egyes súlyába. Értem, köszi. Ez nem volt vita tárgya. Nem maradt be erre ment. Értem. Csak az áll. Csak az áll. Hát azért onnan rádőni. Hogyha jobb lenne a rugó technikájuk oda. Hát azért a Doni az elég jó kapus. Hát ja, kéne még egy gól gyorsan. A Balázs, itt sokan vannak. Piki ott állt, hát nem igaz. Nem lesz. Ez hogy volt lesz? Későn rúgta Iván? Lehet, igen. Lehet a spori van vonalban. Lehet, hogy fél után, igen. Nem sok híja lehetett, szerintem 30-40 cent, de az volt. Utolsó perc. Piké, egy 30-40 centi múlott. Vigyük már el onnan, basszus. Nem forgatják át. Nem hozzák át. Megforgatod tovább, tudod, ott úgyis szépségnek ki kell húzni. Vagy keresztpassz egyből a Samu felé, abból nincs gond. Ahonnan úgyis fel kell hozni. Igen. Hát itt beszorultak. 3-4 kék. Behozták magukat. Igen. Tehát annyira látszódik, hogy egy oldalú játék. Abadal már... Már fél idő felébe a Samu nem kapott egy darab labdát sem. Konkrétan ott piknik el. Utolsó támadás. Körülbelül. És kéne egy aranygól. Le is fújja. Igen. Meg kell lőni gombat, csak te!
Peti, ez nem volt valami jó ötlet. Az meg! Bravo! Az életben egyszer szeretjük! Jön! Kapunk mögött! Az már nem ültem vissza! Azt mondta, nem akar meg! Azt, hogy lyukat rúgott utána elesett. Gyerünk Peti, szöglet gól megint. Passz meg! Nem láttam. Volt egy olyan ilyen szitu, csak egy picit kíját. A gocsisos kap is lábbal egy kicsit letakarította a koleszer kemény. Mindenki bárs játszott, egy kicsit befújható volt. Ha tudsz kézzel jön ki a kapus, akkor minden. Úgy meg büntetőt kapott a szavon. Stőd, lőd el, Vozi! Azt miért nem lövöd el onnan? Come on.
Meg vagy, Peti! Gyere, kell lesz! Fuss el, Samu! Piki. Hános kapta. Ricsi! Ricsi! Ott már egyszerűen, jó? Come on!
Hát ez nem igaz. Meg. Melegít doma. Fat. Hát ez jobb, jobb hely. Faszkodásból! Piki, fölé fog menni. Márk lövi. Oké. Nem fog normálisan rádölni. Az előzőből indulok ki. Ezt Petinek kéne rúgni, nem Márknak. Ezért. 20 méterről 1.60-as kapusnak. Csak el kell csavarni. Semmi más nem kell. Túl messzire viszed. Tiszta labda volt. Húznak. Bassz meg, Iván. Ki megy van? Igen. Gyere, 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 g
Vigyázz, jön! Meg lesz! Volt? Valószínű. Azokat a szituációkat náccosan megítélni, mint ami itt van, mert azért így... Messze volt egy picit, de valószínű, hogy az volt, nem sok híja lehetett. Egy fix, hogy mindig az ötös utolsó végig várjuk. Főleg itt a legnehezebb, amikor egy vonalvédekezésben vannak. Egyszerűbb lenne, hogyha egy picit hátrébb van. A beadást választanám. Lehet rárugja. Az a baj, hogy ilyenkor a nem logikus lépést szokták meghúzni sajnos a játékosok. Hát kevés az oxigén az agyban. Az egy dolog. Kösz meg! Sok labdarúgó mérkőzés láttam, világéletlenül. Nem. Csak játszottam kb. 2-300 mérkőzésen, de már vezettem, meg részletem ugyanebben, mint évé. Tehát nem sok. Jó, de mondjuk a megyében nem nagyon gondolkodni tudó játékosok vannak többségben. Hát, az egy dolog.
annak ügyetek. Én kabus voltam, szóval azért észre is kellett játszani. Védelmet irányítani, középpályát irányítani azért. Volt olyan meccs, amikor így mondtam a játékban, hogy most oda fog menni a passz. A következő meccs. Hát, aztán egy játékos elkezdi. És akkor így nagyon sokat szokott vizázni. Nem, csak az életi sútin. Azért hozzátettem. Hát azt is szoktam. Máté, ott a Máté. Az mélységből viszont nem volt lesen. Fasz. Az a baj, hogy nem. Szerintem elesett, csak nem én aztán rákönyök őt. Nem, hamarabb volt rajta. Kicsit lenyomta. Kopant is a lába jött. Hát csak egyet kaptam. Van cseréjük? Egy. Egy. Az épp elég. A 9-be idő húzóda. Hát reméljük arra nem lesz. Szükség, hogy időt húzzanak, hanem hajtanak az egyenlítő gólért. Nem, rúgunk két gólt. Máté! Kicsit látnánk balra is. Az jó, szóval. Azért bejöttek a cserék, volt három helyzetünk egyből. Vonatkozol, Pikin? Vonatkozol? Úgy kimennék, de evédet kéne csinálnom. Ennyi. Az lesz a falc. Igen, ez kellett ott. És megjövődjenek, hogy nem sárga. Igen. Hazai pálya előnye. Így viszont előny. Lassú már. Méteres hátrányba hozta. 20 méter. Neki nem a 170. perc, vagy 150. Gól. Bazd meg! Piki, kivel mész? Kivel mész? Berni? Á, nem tudom, hogy ki menjek a megnézni. Bravo,
víz nem lenne elő, nem fújná. Állandóan elő van a kéz. Állandóan így van. Nyomod le. Négyesnek nincs igaza. Tehát folyamatosan volt a keze. Tudom. De hát nem jönnének kamaszok, ha nem vitatkoznának mindenet. Az volt volna. Ja, Miki? Igen. Azért nem is ment. Nem, nem mindből is tudtak. Kezd fogyni az idő. Kezd fogyni az idő. Rövid volt. És lőd el. Abból egy jó beadás. Na, hát miért nem adott be középre az ég ágyon meg? Peti, figyelj már a labdákra! 10-ből 8-szor berúgja onnan. Hát de ilyenkor beadod, nem vagy őző disznó. Az jó labda. Jó az a szöglet. Dobás. Dobás. Ez is jó ott. Ott, ami ki, gyorsan. Ez jó megy. Jó volt Fozi. Ám jó. Meg lesz az. Ám jó. Miért nincs rajta senki? Szóljunk neki. Jönnek. A Robi. Itt is van. 10-es rá, meg 8-es. Én a vonal mellett. Olyan szépen be lehetne futni. Két belsővédő pásáros. És ilyenkor veszélye egy belenyom. Ezek a labdák is erőtől van. Tehát halnak már a gyerünk, már halom a gyerünk. Nem, ez csavarta, ez nem erőből volt.
Elég lesz az már. Zsolti, lépjünk fölre, fatósba, jó? A kis gyereket én nem használom volna a vozát. Aztán használom volna. Igen, ő nagyon agilis. Én a Petit hoztam volna le, mert... Igen. Nem baj. Az ő edzőjük a kövésőjük. Te nem bírod ki, hogy ne legyél itt, baszki? Ja, itt a szerelme. Látod, én hozzájöttem. Na persze, hagyjál békén. Hát nézzem, milyen szexi. Annyira jó vagy, Piki, hogy elolvadok. Kis kezdi csak. Én az U15-ös... U15-ös meccsit. Én meg bugyigáztam Móra halmonban. Bugyi még. Á, teljesen. De jó meccs. Ugye én tudtam, hogy itt vagy és hiányzol. De tudtam. És hogy a picsába, amikor meccsen van? Hallod? De egyszerűen ez az új gatya, ez nagyon jó. Azt mondja, mit csinálsz? Igen, ne húzogass, mert ez kompromittáló. Mennyi van még sportál? 4 óra. De különben Kalmár Laci üdvözöl mindenkit is. Kalmár. Kint volt. Azt. Jó, az szép alá. Nem értem miért. Én szőke vagyok és hülye a focihoz, ezt a foci megmondta, de egy ilyen picit a kapusnak. Ilyen gecér nem így velünk futszalink. Ilyen magas szabdát. Ezt szeretném azt. Erre csak egy szakmai kérdés, hogy szakmai választatok adni. Sajnos nem olyan játékos, hogy a játékosok, hogy ezt felérjük vissza. Hát de bazd meg, ha a játékosok nem, akkor nem azért van az edző. Na, azt inkább hagyjuk. Na most olyan edző, hogy bízás a szénsérfékben. A kis 9-es lehozta, aki a legalgilisebb. A legalgilisebb volt. Én sem azt hiszem, hogy... És lehozta. Ennek van hangja? Van hangja amúgy ennek a videónak? Persze. Nem baj. Mert minden taktikai tanácsot meghallgatunk utólag. Semmi baj. De egyébként... Az, te... hogy én vállalom is ezt, hogy én most is. Elmondtam. Én is. Kérdésed van? Figyelj, nekem nincs, de én ezt a hizének a polibának is tudom, hogy elmondanám. Na, hogy vagy? Kiebb ment? Ó, nagyon szuper. Jó van? Túléled. Túléled. Nagyon jó az. Mit akarsz egy hét után? Pikikém, drága. Mórahalmon, kicsim, punci meccsen. Nagyon jó volt. Jó, tényleg jó volt. És nyert a Mórahalom 2-1-re. De odafigyelj, mert rám már rám szólt. Rám szóltak. Rám már nem szóltak, hogy ez egy... Lőd el, Máté, lőd el! Én már több mint 200 perce szórakoztatom szerintem. De annyira jól nézel, hogy tényleg most Piki, le a kalapba. Nehogy elővedd az ujjadat! Nem azt akartam, de... Na? Mást akartál? Panaszkodtak rám! Igen. Jaj, Istenem. Csak legyen vége, akkora puszit adok. Oda, hova én akarom. Vodik a nyomor. Az első meccsen még nem akart jól fogni. Semmi! Jó, hogy mi van, nem egyből pirossal indít. Na ki kap lapot? 18. Milán. 8-as. 18-as? Piki elfogadott tényleg, hogy csinálom.
nem 0-15-ös Marci tölte a tenisz, hanem... A Marci vezette. Egyrészt Marci vezette, másrészt meg a katonázó üzletvezetőnek a fia. Szóval. Összehozott egy büntetőt, nagyon szépen, meg jó is játszott. Csak dicsérni tudtam az anyja elő, nem azért nem tudtam nekem, de mikor eljó játszott. És elem nem. Viszont Marci ellenőr is van, Hagyjad! Még semmit tettem neki, tanul belőle. Volt elmaradt, tervelet. Vonal! Kösz új indítása. Meg! Köszönöm, hogy ez hallod? Egy nóra nyert a moralom. Nem, bazd meg. Egy nóra nyert a moralom. Jó, nóra. Bizony. Láttam. Miért? Akkor az első félidőnk az nagyon jó volt. Mi partiba voltunk. Nóra jó volt. Jó, a másik félidő. Abban a negyed órában. Szűrni és csak hosszú labdák, gombának. Szeretnél róla beszélni? Nem mondjuk el! Nem. Akkor jó. Barta Nordi vezette kifogástalan játékozatokkal. Kifogástalan. Nagyon jó volt. Nord, nem is. Köszönöm. Istenem, Piki. Úgy állsz, Piki. Bazd meg, Máté! Belsővel. Hallod, kapustok meg konkrétan. Megkérdezheted, hogy kicsi hova szeretnéd, meg iszom a kávét, megeszik a sütit, és berúgom. Na, beteg vagy? Vagy mi történt? 2-1 volt, túl jó meccs volt, csak volt 8 cser. Meg volt egy kis érzés, száll kellettem a három. Kecskemét kiadzó is, egyetlenül berogás, kutatók. Ricsi! Játszunk már egy kicsit, gyerünk! Pedig az első percből hozott a kecsőt. Gyerünk már, gyerünk már! Gyerünk, Bébi, figyelj! Feszék, ez legyen meg! Jaj, de okos volt! Menjél, magyar! Az nem lesz, hagyjál, hogy az esett volna, de nem is azt mondom. Nagyon lassú volt a döntés. Nagyon. Tehát, hogy itt gyorsan. Jó, Samu. Köszönjük. Nem volt egy talábát. Nyugi, gomba, nem kell, nem kell. Jaj, rutin, rúg már rá a sárga. Ó, vasszik. Nem, nincs még rutin. Hozd el tőtél, hozd el erre! Nem tudom. Hogy olyan, az hagyja, hogy gyors is vagy, de egy sas szemed van. Nem tudom, hogy szívem jobban a vér. Ne hagyj meg, hogy... Arra nem tudod a csöcsét védeni, hát nincs a melle, nincs kora melle. Hallod? Ez miért fogja? Ugye már az a melkasát fogja. Az a fejjel! Bum! Na végre már! Bazd meg, ilyen nincs! Gyerünk, magyar! Gyerünk már, gyerünk már! Ezeknek nincs szerint. Ki kapott sárgát? 10-es. Nem pofálasz már neki! De annak miért tudod, hogy gyere ide. A 6-osnak. A 6-osnak? A 6-os.
Sportás 6-os kapott sárgát? Ugye elég, hogy... Mindegy, mindenhol, ez a mozdulat, ez nagyon jót a zászló. Gyerünk, Miki! Rá fogja rúgni, és figyelj! Figyelj, az lesz! Ezt is kivittem. Egyszer én is kivittem. Ez jó megy. Hajtsad már, gyerünk, hajtsad már! Jogi, Csani! Nem csinálnék, hát csak egy kicsit. Ez a sorfal. Jó, mert a kamera még egy előtt egy másfél órás beszélgetés. De amit kell visszatok. Megyünk! Na, Márk, ne! De hozzájnak, nem az Fori? Nem. Fog már be! Fog már be! Dominik! Kötővel meg góllal már mondtam, ne dumával. Cseréld már vissza! Beképzel a kis pocsfejt. Figyelj! Akkor annak még egy sárgát. Ki az kicsába közelítő, a piros sárkicsába. Csinál. Még igen érezni a besorolás, én biztos érte volna, de vagyok én másfélek nem tudom. Nálam ezek a kis csirégük nem ugatnának el még. Azt a mekkora volt! Újra nem jön már az. Ó, basszus. Ez a 8-as azok miért állt, azt miért nem segített meg. Jó, most itt van bele is tudatlanak. Hagyjad, nyugi, hagyjad. Menjünk, Csapkodunk itt az ötös gyerekek.
Inkább be kellett volna rugni. Pasz meg! Gyerünk már! Hosszú oldal. Ó, te! Fú, Samu, de szarul értél bele. Ott van meg. Legtávolabbi játékos megy. Megsérül. Megöti a cipőjét. Tőtő, menjél fejedbe! Rári, hagyod a tőtő fejére! Nem tő, menjél! Nem kell, jó! Akkor nézd meg a többi! Tőtő, figyeljél! Bravo, Chacho!